Kifizetődő szakma és egyre nagyobb az igény a kertészmérnök szakemberekre. Hazai és magyarországi szakemberek kerestek megoldásokat a szakma fejlesztési lehetőségeire a 3. erdélyi kertész és tájépítész konferencián. A robbanásszerű lakossági növekedés, valamint a jó minőségű termékek iránti kereslet szükségszerű állapotot teremt a kertészmérnököknek. Óriási lehetőség áll a szakmabeliek előtt, mondja Kovács Lóránt. Megélhetés biztosít. Tehát nincs reszki, nincs, nem függ az éghajlattól, nem függ az esőtől, stb. Itt minden egy fóliába úgy történik, hogy program szerint. Tehát amit beterveztünk, azt meg is tudjuk valósítani. Élelmiszer kell, enni kell. Kertészeti termékek az alap élelmiszerek közé tartoznak, úgyhogy nagy szükség van szakemberre. Orlóczi László szerint elsősorban a felsőoktatási rendszer által kínált lehetőségeket kell kiaknázni, az egyetemek vezetőinek pedig a gyakorlati képzést kell előtérbe helyezniük. Bevezettük a duális képzést, a szakképzést. A duális szakképzésnek a lényege valójában az, hogy a többség az gyakorlati képzés legyen. Tehát 60% gyakorlati képzés, 40% elméleti képzés. De a felsőoktatás által nyújtott lehetőségnek az országos politikában is tükröződniük kell, véli Tóth Katalin. Szerinte a helyi termékek prioritást kell élvezzenek a hazai piacon, erre pedig jó példát kínál a magyarországi agrárpolitika. Hiszen Magyarországon az üzletekben, az élelmiszer ellátó láncokban a magyar termékek aránya mintegy 80%, ezt mindenképp szeretnénk a jövőben is megőrizni, és emellett nagyon komoly az export kapacitásaink is, hiszen 2013-ban, 2014-ben is mintegy közel 8 milliárd eurónyi terméket tudtunk exportálni. A fennmaradást az államtitkár szerint a klaszterek betömörülés biztosítja. Ez ugyanis hosszú távon lényegesen növelheti a piaci szereplők nyerességét.